Az előző két idény bajnoka fogadta a jelenlegi szezon bajnok esélyesét, a 100%-os mérleggel érkező mezőkövesdet. A Nyírbátor alaposan felkészült, a hazaiak igyekeztek lassítani a játékot és pontosan befejezi támadásaikat. 4-4 után ellépett ellenfelétől Falcsik Miklós együttese, az első félidő végén 11-8 állt az eredményjelzőn. A szünet után a vendégek elkezdték dobálni a gólokat, amelyekre csak elvítve érkezett válasz, így elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A meccs végéhez közeledve csak a különbség volt kérdéses, végül 6 gólos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. Megbeszéltük a srácokkal egész héten, úgy készültünk nagyon keményen, hogy megpróbáljuk megállítani ezt a mezőkövesdi csapatot, akik létszámban és minőségben is most egy szinten magasabb szintet képviselnek, mint mi. Ettől függetlenül szép volt az, hogy az első fél időben ez az akarat kitartott végül is végig, és hát azt nem tudom, hogy ha nincs szünet és megy tovább a mérkőzés, akkor hogy lett volna, de az biztos, hogy nagyon elfáradtunk volna, mint ahogy el is fáradtunk a második fél időben. Igazából szegény embert az ág is húzza, nem volt bal szélünk, és azért ez nagyban megkönnyítette a kollégának is, meg a csapatnak, a mezőkövesnek is a dolgát. Nem egyszerű volt ez a feladat az első fél időben sem, akkor sikerült megoldani lelkesedésből, erőből és igazából hitből, ami aztán szép lassan ez a hit, ez el is fogyott a végére. A vendégek edzője a számukra gyengében sikerült első fél idő után is biztos volt abban, hogy maguk javára fordítják a találkozót. Tudtuk, hogy hova jövünk, tudtuk, hogy azért egy kétszeres bajnokcsapatról beszélünk, aki én nem is tudom, mikor kaphatott ki hazai pályán utoljára bajnoki mérkőzésen. Biztosak voltunk benne, hogy nagyon nehéz lesz feltörni őket, mert ez mindig ilyen. Az elején ugye, ahogy elkezdődött a mérkőzés, igazából jól játszottunk, mert szép helyzeteink voltak, de hát ellenfél kapus a bravúra halmozott, ugye az első fél időben nagyon jó védései voltak. Ez elbizonytalanított minket, ott a fél idő közepétől már azért a játék is akadozott, úgyhogy hát, ahogy mondani szokták, jókor jött a szünet, az sikerült azért rendezni a sorokat, hogy azért a 30 perc az rengeteg idő, illetve az is azért mellettünk szól, hogy a kispadunk az jóval hosszabb, mint a Nyírbátor, és ez igazából a második fél időben ez ütközött ki a mérkőzésen. A hazaiak csapatkapitánya, a 3 gólig jutó Albert Benze szerint az első fél időben mutatott játékkal maximálisan elégedettek lehetnek. Az első fél időben nagyon jól működött minden. Készültünk a héten a mezőkövesnek a játékaira. Hát úgy látszik, hogy sajnos most az első fél időre hatott ez ki. Az első fél időben nagyon jól tartottunk magunkat, betartottunk szerintem minden taktikai utasítást, és hát sajnos a második fél időben már egy kicsit dekoncentráltak voltunk, és nem úgy sültek a támadások, és sokat hibáztunk a kapussal szemben. A forduló további eredményei a következők: Acélváros KK Deac 2 33-26, Fehérgyarmati VSE Kisvárdai KC 27-34, Kazincbalcikai KSE Balmazújvárosi KK 29-25, Tiszavasvári SE Újfehértó Kálusemjén SSE 33-28 és Hajdúböszörményi TE DVTK 32-34. A tabella élén a DVTK áll 9 meccsen szerzett 16 ponttal, megelőzve a 8 győztes mérkőzéssel szintén 16 pontos mezőkövesdet. A 11 pontos Nyírbátor a negyedik helyen várja november 26-án esedékes újfehértói vendégjátékát.